Szevasztok, gyerekek, józan parasztok! Már hiányoztatok nekem. Nem tudom, emlékeztek-e, belecsapok a közepébe, nem akarok hosszú videót csinálni. A Hegylakó című filmre, 80-as évek közepe vége, Freddie Mercury, Queen volt a betétdalíró, és nem tudom, egy kultikus film volt az én fiatal, kamasz, tínédzser koromnak. Nagyon-nagyon tetszett, és igazából ma világosodtam meg azzal a kapcsolatban, hogy miről is szólt ez a film. De hogy számomra miről szólt ez a film, csak még nem tudtam, el kellett telnie 30 évnek, hogy kiderüljön, de kiderült, mert ma reggel a kezembe került egy újság, az Új Néplap, a Jász-Nagykun megyei Új Néplap újság, ami egy ilyen kifejezetten kormánypropaganda vidéki újság. Ez az a klasszikus újság, amiből ugye most sztereotípiákban beszélgetünk, a vidékiek tájékozódnak. És mert ugye azzal szoktam begyújtani a kályába, és elém került egy cikk, amely azt ecsetelte, hogy az ellenzéki összefogás LMBTQ kérdésekért felelős szakembere Buzinkai György lett volna, és most próbálom nem elnevetni magam, mert semmi bajom nincsen Buzinkai Györggyel, semmi bajom nincsen a nevével, nincsen bajom, tehát alapvetően nincsen bajom, hanem a dolgok ilyen együttállása az egyszerűen nevetséges, számomra nevetség, vicces, de amúgy meg elgondolkoztató, hogy tényleg most tényleg az UFO-k szórakoznak velünk, vagy az ellenzék tényleg mindenáron el akarta veszíteni a választásokat. Tehát, hogy kerestek tehát találtak egy embert Buzinkai névvel, aki az LMBTQ kérdésekkel kapcsolatosan lett volna felelős ember a kormányban. Szóval, jó, mondjuk nincs mind meglepődnöm, mert ahol én lakom, ott az én önkormányzati képviselő, mert úgy hívják, hogy Zimmer Ferenc, emlékeztek a filmre, Zimmer Ferenc. Tehát én akkor is, mikor láttam a plakátokat a önkormányzati választásoknál, egyszerűen azt hittem, hogy szopatnak. És nyert a csávó. Jó, Fidesz-KDNP, tehát nyilván nyert. Aztán kettő településsel arrébb indult Recskó Richard, Recska Ricsi. Tehát és így néztünk a feleségemmel, hogy szerintem szopatnak minket. Jaj, bocsánat, megígértem magamnak, hogy nem káromkodok. Tehát úgy voltunk vele, hogy szivatnak minket. Vagy az UFO-k, vagy a, most már tudom, hogy a háttérhatalom, akkor még azt gondoltam, hogy az UFO-k szivatnak minket. Na mindegy, szóval LMBTQ előkerült, és gondolkoztam, hogy mi a kérdés. Mi a kérdése az LMBTQ-nak, anélkül, hogy én most bárkit meg akarnék bántani, de hogy mi a kérdés, mi a fő kérdés? És aztán rájöttem, hogy a fő kérdés az egy ilyen evolúciós kérdés, amit szőnyeg alá akarunk söpörni, hogy a szexualitás az a szaporodásról szól. Arról, hogy férfi-nő azért vonzódik egymáshoz szexuálisan, mert tovább akarják adni a génjeiket. Ha nem akarnák ezt, ha nem akarnának szaporodni, akkor köszönjük szépen, nagyon jól meglennénk szexualitás nélkül, és akkor a homoszexuálisoknak sem kellene szexualitás, a leszbikus, vagy hát, illetve, és akkor itt mondok ellent önmagamnak, mert hogy ők nekik nyilván, hiszen a reprodukció igénye nélkül szexelnek egymással, ami csak azért nagyon fura, mert hogy a szexualitás az abszolút a reprodukcióból épül föl. Tehát az egyetlen egy evolúciós értelme van, nincs neki semmilyen más értelme. Mert amúgy csak bonyolítja az életünket. És beugrott a Hegylakó, hogy, de nem tudom, hogy, de hogy a csávó ugye időmilliómos volt, örök élete volt egész addig, amíg le nem vágják a fejét, és a sok századon keresztül, amit élt, és a sok párkapcsolaton keresztül, amit élt, végeredményben ez a nagy tudás, ez a nagy tapasztalat arra ösztönözte őt, hogy tehát oda kristályosodott ki a tudása, hogy az életben
a leges, legfontosabb dolog az a családi létezés. A családban való létezés, hogy gyerekeket nemzen, és gyerekeket nevelhessen élete párjával, feleségével, szerelmével. Mert ugye eltemette Heather-t, egy nagyon romantikus, nagyon epikus rész volt, gyönyörű zenével, a Queen fú, de oda tette magát. Nem mintha lett volna olyan, amikor nem teszik oda magukat. Na mindegy, zárója bezárva. És az volt a fájdalma, nem tudom, emlékeztek-e, hogy az volt a drámája az egésznek, hogy egészen addig, amíg halhatatlan volt, addig nem tudott utódot nemzeni. És semmi másra nem vágyott, nem vágyott hírnévre, nem vágyott örök életre a csávó, nem vágyott pénzre, semmi másra nem vágyott. Tehát a hosszú életének az eszenciája, tehát a pálinkája a család lett. És annyira tudok ezzel azonosulni, gyerekek, és ez egy olyan... Most 47 évesen jött át nekem, biztos nektek már átjött, irónia nélkül mondom, tehát én a saját revelációmat élem most meg, hogy a Highlanderben megmondták akkor a hegylakóba, hogy gyerekek, nem az örök élet a fontos. Nem a sok puncia fontos, bocsánat, most mondtam egy szót. Nem a sok zsozsó a fontos, nem a sok nem tudom én mi a fontos, hanem a család. A gyerekek szeretete, az, hogy a gyerekeid rád néznek, fölnéznek rád, apa vagy, anya vagy, hogy ennél fontosabb nincs. És akkor rájövök, hogy tényleg egy ilyen eltorzult értékrendben élünk, és egyre jobban torzítjuk magunkat azért, nem tudom pontosan miért, de biztos, hogy nagy része ennek a komfortunk, a luxusunk, amit sokszor hajlandóak vagyunk azzal álcázni, hogy van bennünk egy érdeklődés a technikai fejlődés iránt. De igazából, ami érdeklődés van bennünk, az az, hogy nekünk minél kevesebb dolgunk legyen az élettel, és minél több boldogságot kapjunk meg instant, tehát, hogy azonnal befektetett energia erő nélkül, pénzért. És akkor jön a kérdés, hogy de pénzért rengeteg erőt és energiát kell befektetni, és akkor jön a probléma, hogy de viszont pénzért nem tudsz családot venni, pénzért nem tudsz barátokat venni, pénzért nem tudsz minőségi időt venni. Illetve jó, nyilván elmész vitorlázni, mert jó sok pénzed van, hívhatjuk minőségi időnek, de mondjuk ahhoz képest, hogy a gyerekeiddel töltsd az időt, ahhoz képest az nem minőségi idő, az egy ilyen kompenzációs minőségi idő. Egy szó, mint száz. Rá kellett jönnöm arra, amit régóta tudok, mert azt régóta tudtam, számomra legalábbis, hogy a családi létezésemnél nincs fontosabb dolog az életemben. Tudom ezt úgy, hogy egyszer már elváltam és elrontottam 20 évesen, 30, fiatal 30-as éveimben, nagyon-nagyon elrontottam, és én ezen a rontáson keresztül borzasztóan megtanultam a leckét. Én olyan vákumba, olyan nihil, lehetetlen, elkeseredett állapotba kerültem, soha nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz. A gyerekeim miatt, a családom miatt. És aztán, amikor fölépítettem a másik családomat, akkor elhatároztam, hogy ezt a hibát többet nem követem el. És most itt van a hegylakó, eszembe jut ez a film 30 évvel ezelőttről. Már akkor elmondták, akkor megmondta a hegylakó, hogy gyerekek, csak a család számít. Nem számít, hogy van-e új Teslád, van-e új iPhone-od, van-e nagyobb házad, ne, ez mind nem. Nagyon fontos, de ahhoz képest, hogy a családod, ami van, ahhoz képest ez nem számít, és ezt kezdjük el elfelejteni. És itt jön vissza ez a marxista ideológia, amit ugye Trotsky magas szintre emel, szerencsére időzébe téve. De képzeljétek el, gyerekek, hogy szerencsére Sztálin győzött abba a párharcba, mert Trotskynak az volt az elképzelése, ez a marxista elképzelés, hogy a családot teljesen szét kell verni, a nőkből tulajdonképpen egy ilyen szülőgépet kell csinálni, a gyerekeket állami gondozásba kell venni, a férfiakat pedig munkatáborokba kell zárni. Mert ez, hogy család, ez a métej. Ez semmire se jó, az állam
állami kontroll szempontjából. Mert a család az egy mikroközösség, és abból jöhetnek ki nagyobb közösségek. Ha nincs család, nincs közösség. Nincs olyan közösség, olyan igazi közösség. Érték alapú közösség, és nem érdek alapú közösségről beszélek. Érték alapú közösség, amelyiknek nem család az alapja. És most, hogy ezt miért próbálják szétverni, és hogy miért próbálnak minket, engem, aki hiszek a család szentségébe, miért próbálnak engem szembeállítani olyan emberekkel, akik ebben nem hisznek, engem nem érdekel. Gyereke, nem érdekel, hogy valaki hisz ebben, vagy nem hisz ebben. Mert mindenki saját sorsának a kovácsa. Engem, ami bosszant, hogy megpróbálnak szembefordítani minket. Ez az LMBTQ propagandával, de a kormány is ezt csinálja, hogy állandóan beemeli a diskurzusba, mert hogy a baloldal állandóan identitáspolitikával foglalkozik, azt megszoktuk, az borzalmas. Főleg a progresszív baloldalról beszélek, az borzalmas, és semmi másról nem szól, az politikai populizmus az egy kontroll gyakorló gyakorlat. Szóval minden problémánknak ez az alfája és origója, mert emiatt van rajtunk fogása az elitnek. Hívjuk háttérhatalomnak, hívjuk politikusoknak, hívjuk gazdasági elitnek. Ezen keresztül van rajtunk fogása, hogy mi hajlandóak vagyunk a Black Friday-ért, meg a hülye-e vagy, hülye azért nem vagyok szlogenért, tehát ha én lemaradtam egy kurva jó, bocsánat, megint káromkodok. Lemaradtam egy nagyon jó Flatron TV akcióról, mert most 499 ezer helyett megkaphattam volna 379 ezerért, akkor hülyének kell érezzem magam. Tehát kell, hogy legyen bennem egy ilyen vákum érzés. Most tudom, hogy nagyon sokan ágáltok el ellene, de nyilván, hogy pont azok nem hallgatják a videót, akinek szól. Tehát félre ne értsetek, én most konverzáció vagy beszélgetésben vagyok veletek. Csak meg akarom osztani a saját revelációmat ezzel kapcsolatban, hogy a hegylakó megmondta. És ezért van rajtunk ez a fogás, ez az iszonyatos fogás. És így ropogtatnak minden oldalról minket, mert nem adjuk föl a luxust, nem adjuk föl a komfortzónánkból, nem lépünk ki. Ki van írva a kormány sajtótájékoztatóján, hogy biztonság és béke, vagy béke és biztonság. Ez a fő szlogen, béke és biztonság. Ahelyett, hogy az lenne kiírva, hogy szabadság, minden áron szabadság. Mert a minden áron béke és biztonság, az azt jelenti, hogy rabszolgaság. Azon az áron is. Tehát te kussolj, bocsánat, fogd be a szád, ne küzdj, ne harcolj, ne kapálózz, mert az békétetlenséget, az ellenállást, az konfliktust, az veszekedést, az nem tudom én mit szül, és az nem jó nekünk. Úgyhogy jobb lenne, ha mindenki befogná a száját, és mindenki azt csinálná, amit Orbán Viktor mond, mert ugye Orbán Viktor határozza meg a Fidesz határozza meg a parlamentet, a parlament határozza meg az országot. Tehát minek ágálni, itt már most már csak békétetlen, van ilyen szó, eszközökkel lehet fellépni, azt pedig elutasítjuk, mert béke és biztonság mindenek fölött. Tehát rabszolgaság. Értitek? És ez csak azért lehet, mert már a koronavírussal bebizonyítottuk mi magunknak, hogy a biztonságunk, egy fals biztonság érdekében azonnal lemondunk a szabadságunkról. Tehát ezt mi magunk bizonyítjuk fölfele, az elit fele, a kormányok fele, a háttérhatalom fele, mi állítjuk ki saját magunkról ezt a bizonyítványt, hogy egy kis biztonságért cserébe azonnal lemondunk a szabadságunkról. És ezt mondja nekünk a hegylakó. Nem ezt mondja, de ezt is mondja, biztos mondja, hogy a szabadság a legfontosabb. Szabadon élni. Szabadon élni. Szabad döntéseket hozni. És ebben a család a legfontosabb bázis. Tényleg. Én mindig azt éreztem, amikor úgy éreztem, hogy az egész világ összefogott ellenem. Volt egy nagyon rossz napom a munkahelyemen, vagy a közösségemben, ahol dolgoztam, és hazamentem. És ja, még útközben még leköptek, és egy rendőr megbüntetett, és nem tudom én... És akkor hazamentem, és a két pici gyerekem úgy nézett rám, mint egy félistenre, akkor azt mondtam, hogy
hogy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia. Mert ez a, ez a legfontosabb. Jó? Tehát zárnám is a videót. Az életünket nem pénzben mérjük. Nem pénzben mérjük. Családban mérjük. Mi van még ott, gyerekek? Soroljátok föl nekem. Mondjátok el nekem. Egy boldog élet. Tehát mi az, ami fontosabb a családnál? Hogy családban élj. Hogy szerető emberek között élj. És most még az LMBTQ sem zavar engem. Tehát félre ne értsetek. Legyenek ezek melegek, leszbikusok, nem tudom, hogy tartsák magukat családnak. Mi van ennél fontosabb? Ezt meg tudod pénzzel venni? Ezt meg tudod hírnévvel venni? Ezt meg tudod munkaórákkal venni? Nem tudod? Tárgyakat tudsz szerezni azért a rengeteg munkáért, amit elvégzel, aminek a 70%-át befizeted az államnak. Jó? Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy próbáljátok meg először gondolati szinten minőségi váltásokat létrehozni, és tanuljunk a hegylakótól. Nem kell semmi, család kell, családi béke. A családi békéhez pedig a családra fordított idő és energia. Ez a legfontosabb. Na jó van, ezt körbejártam. Köszönöm, hogy figyeltetek. Szevasztok.